egyre többen triatlonoznak, a sportágról, a helyes sporttáplálkozásról, valamint arról, hogy mikor érdemes elkezdeni a triatlont, Pecsuk Zoltánnal beszélgettünk, ő egyébként Ironman országos bajnok. Nyilván, mivel három sportot űzünk, ezért nem minden nap ugyanazt a sportot végezzük, hanem változatosan egyszer úszunk, egyszer kerékpározunk, egyszer futunk, akár erősítünk, akár lazítunk. Ezért egy egyensúlyban tudunk lenni egészségügyileg is a szervezetünkben, nem csak bizonyos izomcsoportjainkat erősítjük, hanem az állóképességünket, lábizmainkat, törzsizmainkat, karizmainkat is egyformán erősítjük. Hosszú távon, akik végeztek bármiféle hosszú távú sportot, ahol az állóképesség nagyon fontos, tudják azt, hogy van az az intenzitás, ahol a szervezet megkapja a szükséges energiát, folyadékot, ásványi sókat, stb., és szinte a végtelenség el tud ketyegni. Hát remek hosszú távos futóink, triatlonistáink vannak Magyarországon, akik akár heteken keresztül tudják a sportot egyfolytában végezni pár óra alvással. Jó, hogyha tudnak azért úszni a gyerekek, és 8 év után már igazából a kerékpározást és a futást is könnyedén meg tudjuk oldani a Margit-szigeten a létesítményeinkben. Úgyhogy a 8 évet mondanám kezdésre. Az étkezésben én a vegyes táplálkozást tanácsolom, tehát én nem hiszek semmelyik szélsőséges vonulatban. Időről időre ezekről kimutatják, hogy nem volt az igazi. Nagy divatjuk van, nagy iparág épül föl rá, de én a teljesen vegyes táplálkozást. Természetesen a vegyes táplálkozáson belül is figyelni kell azért a helyes arányokra, hogy meglegyen a sportolónak a kellő mennyiségű fehérje, jó mennyiségű szénhidrátok vagy rostok, itt lehetne folytatni a sort. Dietetikus segítségét érdemes kérni annak, aki komolyan gondolkozik abból, hogy sportba szeretne fejlődni.